igazgatóságunknak kb. 10 milliárd forint értékben vannak futóprojektjei, illetőleg hát 3 milliárd forint értékben már be is fejeződtek. E pillanatban ez a legnagyobb értékű projektünk, 3,5 milliárd forint a Berejtő projektnek a költségvetése. Épül egy 770 méter hosszúságú új töltésszakasz, ez itt Bakonszegen a temető mellett, ebben egy új zsilip létesül majd. 25 darab árvízvédelmi műtárgy, tehát zsilip lesz felújítva, ez elsősorban egy modern, korszerű csőbe vélelési technológiát jelent, és hát minden olyan műtárgy felújítást, amire szükség van annál az adott műtárgynál. 27 km hosszúságban Szeghalom-Szabadsághíd és Bakonszeg között a Berejtő balparti töltésén burkolat készül, stabilizált burkolat, ami egyaránt szolgálja az árvízvédekezés és a kerékpározásnak a céljait is. És mindezek mellett még Szeghalomnál egy 400 méteres középvízi szakaszon, ahol a meder rézsűje erodált, ott egy rézsűbiztosítás történik, és hát a Berejtő folyónak 50 km hosszú szakaszán a felnőtt fáknak a jelentős része el lesz távolítva a jeges árvizek minél jobb levezetése érdekében. 13 darab gátőrház lesz felújítva a védelmi létesítményeink közül. Hasonló építésű az Hencidán van még, ami ugyanilyen jellegű. Lényeges változások vannak, korszerű nyilázzáról, hőszigetelés. 150. Ha magasabb szintű Berejtő árhullám jön, hogy ne öntse el a településnek a belterületét és a temetőt, ide egy új gát épül, aminek a koronaszélessége, magyarul a teteje az 4 méter széles, a rézsűhajlása pedig 1:3, ami azt jelenti, hogy 3 vízszintes egységre egy magassági egység esik. És az új gátba épül egy 80 cm-es átmérőjű zsilip, ami arra szolgál, hogyha véletlen magas víz van a Berejtőbe, akkor le kell zárni a zsilipet, hogy ne folyjon ki a víz, és egy nagy csapadék esik a belterületre, akkor ne álljon meg itt a víz, hanem később azt le lehessen majd engedni a Berejtő irányába. Töltései a magyar oldalon ki vannak építve a mértékadó előírásoknak megfelelően. Nagyon rébuszos, mert ugye mi a mértékadó előírás? Ugye van egy magassági, meg egy keresztszervényi előírás. Magassági az elég nehezen fogható, mert régen úgy építették mindig a töltések magasságát, úgy emelték, hogy megnézték, hogy milyen volt a legutolsó nagyárvíz, és ahhoz emelték. De ez változott, és most azt csinálják, hogy statisztikai összerendezést csinálnak az elmúlt árvizekből. Tehát felrakják, hogy milyen előfordulási valószínűségűek azok a vízszintek, amik jöttek, és most az a kritérium, hogy a 100 évenként hosszú idő átlagába, 100 évenként átlagosan egyszer előforduló legmagasabb jégmentes vízszint, az a mértékadó árvízszint, és afölé kell egy méter magassági biztonsággal fölé emelni a töltés koronáját. Egy jégtábla, az összes többi rátorlódik, és ha maga a víz csak derékig ér is, itt úgy felemelkedik a víz, hogy kijön mindenhol. Tehát a jeges árvíz a torlódással az csodát tud csinálni. Azért mondjuk, hogy jégmentes árvízzel számolunk, mert a jeges árvízeknek külön lélektana van. Tehát az nagyon-nagyon veszélyes a jeges árvíz. Jeges árvízzel azt lehet csinálni, és azt is csináltuk évtizedeken keresztül. Nem. Jeges árvíznél sokkal jobb az a beavatkozás, amit még az árvíz előtt csinálsz meg, mint amikor már szerencsétlenkedik az ember, amikor jég feltorlódik. Berejtő folyón akkor jöttek létre nagy jeges árvizek, amikor volt egy kisebb árhullám téli időszakban, kifolyt a hullámtérre, és jött rá egy fagy, lefagyott. Kubikgödrök voltak a hullámtérben, meg kint tudott maradni a hullámtérben, mert nem olyan volt a hullámtérnek az elrendezése, hogy a töltéskörön vonalától befele lejtsen a középvízi mederhez, hanem kint tudott maradni, és ott lefagyott. És hogyha arra jött egy árhullám, és azt felemelte, akkor lett a nagy árvíz. Tehát ezeket a jéggyárakat megszüntettük, mert hullámtérrendezéseket csináltunk, bár ez nem kedvező az ökológia szempontjából, de árvízvédelmi szempontból roppant kedvező, úgy kell kialakítani a hullámtér lejtését, hogy visszahúzódjon a víz a mederbe, és ne fagyjon meg a hullámtéren. Ezen a szakaszon, ahol ugye az új gát épül, itt
régészetünk megelőző feltárása került sor. Egyébként pedig a földmunkával érintett területeken összesen 32 próbaszondát húztunk. És itt egy olyan terület van, ugye két dolognak kell teljesülni ahhoz, hogy régészeti megelőző feltárást kelljen végezni. Az egyik az, hogy régészeti lelőhely legyen, másrészt az, hogy a földmunkák olyan mértékűek legyenek, hogy azok gyakorlatilag megsemmisítik a régészeti objektumokat, hogyha nem avatkozunk közbe. Itt ugye új gát épül, és ennek a alapozási földmunkáidat, ezt önök jobban tudják, olyan mélységeket érintettek, amik itt bizony elpusztították volna a régészeti objektumokat, amelyek bizonyos helyeken 20 cm mélységben jelentkeztek. És ahogy indulunk a temető felé, úgy emelkedik a természetes talajszint, ezért csak egy kisebb szakaszon kellett végezni megelőző feltárást, mert olyan vastag volt a humusz réteg, hogy az nem bántotta a régészeti objektumokat. Itt ezen a részen egy közel 4000 négyzetméteres területen végeztünk megelőző feltárást, ahol három korszaknak a objektumai kerültek elő. A legkorábbi ezen a területen az a késő bronzkor időszakából való, hogy előkerült egy kemence, néhány tárológödör, illetve egy temetkezés is. Ez az őskorban igen gyakori jelenség, hogy a településen belül temették el a halottakat. Egy úgynevezett zsugorított pózban helyezkedett el a halott, ami ugye azt a pozíciót mintázza, hogy a csecsemő, hát nem is csecsemő, hanem a leendő gyermek az anya méhben van, tehát egy ilyen összekuporodott pozícióban volt. A lábánál két edény volt elhelyezve, mert ugye a túlvilágra szolgáló, vagy az utazáshoz szükséges felajánlást tartalmazta. A következő időszak, amiből régészeti anyag került elő, ez a késő vaskor időszak, amikhozzá itt névről is tudjuk, hogy melyik népességhez köthető ez a lehetőnyeg. Ez a keltákhoz kapcsolódik, és itt előkerült egy úgynevezett féli földbe mélyített lakóház is. Ezt úgy kell elképzelni, mint mai nap, és ahogy a házakat építik, kell egy alapozást ásni. Most a régi idők népei ezt sokkal szerényebb módszerekkel és technológiával végezték, ezért gyakran csak félig földbe mélyítették a háznak az alapjait, és itt egy fa felmenő szerkezettel oldották meg ugye a ház szerkezetét, és hát ezeknek a maradványait sikerült feltárnunk, illetve hát minden településen nagyon gyakoriak az úgynevezett tárológödrök, ugyanis ebben az időszakban gyakori volt, hogy a terményt egyszerű gödrökben tárolták, esetleg nagy tárolóedényeket helyeztek el a gödrökbe, és abba tették be a gabonát és egyéb más terményeket, amiket itt magunk megtermeltek. És ugye, hogy miért pont itt van régészeti lelőhely, erről nem beszéltem, de ha már arról beszélünk, hogy gabonát tároltak, hát ugye talán egy folyóparton ez nem is olyan meglepő. Tehát az ember mindig oda költözött, és mindig ott telepedett le, ahol közel volt a víz, de nem ölte meg a víz. Tehát egy magas parton kellett, hogy legyen. Valószínűleg ekkor, ugye ez egy mélyebben fekvő rész, de akkoriban a vízállás az olyan lehetett, ami megengedte azt, hogy azon a területen telepedjenek le, és tudták élni a hétköznapi életüket. A Zsákánál a nagykaszáló halom egyes lelőhelyként ismert területet, ahol egy templomos helyet találtunk. A gát mellett mindössze egy 10-20 méterrel egy halom látható, aminek a közepét annak idején valaki megásta, hiszen egy kutatóárok van benne. Egyelőre mi nem tudjuk, hogy ki volt. Gyanúsítottunk van, hogy esetleg a megyében igen sokat tevékenykedő Zoltai Lajos lett volna, ugye a múzeum alapításában is tevékenyen részt vett, hogy ő lett volna talán az egyik megásatója ennek. Ott is a fémkeresősünk volt az, aki fényderített a halom titkára, hiszen koporsószegek és gombok kerültek elő, illetve hát egy ilyen malteros földdel találkoztunk, ami egyértelműen azt mutatja, hogy itt valami épített emlék van, és ez mindez a projektnek volt köszönhető, illetve hát ott a próbaszondában egy gyereksír is előkerült, ami egyértelműen mutatja a templomnak a középkori jellegét, hiszen a középkorban volt szokás, hogy a templom köré temetkeztek. És a lejárt anyag is, amit fémkeresővel találtunk, ez is ezt támasztja alá. Úgyhogy a lehetőségeinkhez képest azt hiszem igen gazdag ismeretanyaggal
bővíthettük tudásunkat, és hát reméljük, hogy ezt akkor minél szélesebb körben a nyilvánosság elé tudjuk tárni. Annyit tudok mondani, hogy jelenleg a lehetőség az restaurálás alatt áll, tehát most a kerámia restaurátorok dolgoznak a kerámia anyagon, a fémanyagot azt hamarosan elküldjük a restaurátoroknak, tehát remélhetőleg talán a jövőre már ezt számba is tudjuk venni, egyáltalán milyen mennyiségű anyaggal állunk szemben, de nagyon széles, mint ahogy mondtam, gyakorlatilag a legelső megtelepedett népességtől egészen a napjainkig megtalálható különböző emlékek kerültek elő. MTS tanulmány szerint az utóbbi évek nagy árvizeinek, olyan magas vízállásnak az volt az egyik fő oka, hogy a folyók nem tudják szétteríteni az ártéren a hordalékukat, hanem a hullámtérben rakják le, ugye ez feliszaposodik, emelkedik a folyóknak a medre, és emiatt egyre magasabb a vízállás, hogy erre van valamilyen megoldási terv? Ami a feliszaporodás jelenti, vannak olyan folyók, ahol ez nagyobb, vannak, ahol kisebb, a Berettyúr folyó vonatkozásában ez nem jellemző. A Sebeskörös vonatkozásában ez jellemző volt, de most már ott sincs feliszaporodás, hiszen gyakorlatilag nagyon kevés árvíz van, mert román területeken jelentős tározók vannak a Sebeskörösök. És az a hordalék, ami régen lefolyt, azt most visszatartják ott a tározókba, de a Sebeskörös az függőmedres folyó. Az azt jelenti, hogy régen más a talajadottság is, a Berettyúr térség ez inkább kisebb, agyagosabb, a Sebeskörös az inkább homokosabb terület, és a függőmeder azt jelenti, hogy a folyónak a vízszintje békeidőszakban is, amikor nincs árvíz, magasabban van, mint a mentett oldali terepszintje. Annyira felrakódott a folyónak a hullámtere, azaz a két dászkötőtárcai terület. De problémát nem okoz, mondom, mert több százmillió köbméter tározó kapacitás van román területen, amit aztán fel is használnak, mert például Nagyváradon nincsenek pótkutak, hanem a Sebeskörös fenti tározóiból adnak le vizet ahhoz, hogy vízkivételt csinálják, mint Szolnokon Magyarországon, tehát felszíni vízkivétel van. De itt a Berettyó térségében ilyen probléma nincsen.